Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába. Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót. Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. A Kompország mai vendége Puzsér Róbert, publicista, kritikus, film, televíziós, rádiós és online műsorkészítő, média személyiség, stand-up előadó. 1974-ben született Budapesten. Történelem magyar szakos tanárként végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, tanári hivatását azonban csak egy évig gyakorolta a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskolában. Először a Magyar Televízióban volt látható 2004 és 5 között a Gang című műsorban. Dolgozott online újságíróként az m4.hu internetes oldalnál, eközben 2010-ig szerepelt az M1 Kultúrház című műsorában is. 2007 és 2008 között a Budapest TV-n vezette beszélgetős műsorát Barátai Társaságában, Na mi újság címmel. Országos népszerűséget 2012-ben a Csillag születik kendőzetlen stílusú zsűri tagjaként szerzett. 2015 áprilisában a Magyar Nemzetben kapott állandó rovatot. A Hír TV-n 75 adáson keresztül vezette heti rendszerességgel jelentkező Sznobjektív című műsorát. 2018-tól Lapunk a Magyar Hang állandó szerzője, visszatérő szereplője a Kötött Fogás című műsorunknak is. Stílusa megosztó ugyan, de arra kell figyelni, amit mondok, nem arra, ahogy. Ad kulcsot önmagához. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portré műsora. És mai vendégünk, akit szeretettel köszöntök, üdvözlök, Puzsér Róbert, akit nevezhetek, talán nem sértés a számára, kollégának is, hiszen 2015-től 18-ig ugye a Magyar Nemzetnek volt a rendszeres szerzője, amikor én is és sok kollégám ott dolgozott, és a indulástól kezdve a Magyar Hangba is publikál. Mielőtt belevágnánk itt a témákba, azt hangsúlyozom, hogy most, és ez fontos, csütörtök dél körül beszélgetünk. Ez egyfelől azért fontos, mert hogy már nem csak elkészült, hanem ki is nyomtatták a Magyar Hang heti számát, ami holnaptól kapható. A címlapon Rácz András beszél nyilván elsősorban a Oroszország-ukrajnai háborújáról, és természetesen a hátsó oldalon ott van Puzsér Róbert aktuális írása is G. Fodor Gáborról, vagyis hát G. Fodor Gábor ürügyén. Másrészt azért fontos ez az időpont, mert hogy másfél órával ezelőtt Vona Gábor egy fontos bejelentést tett. Lényegében azt mondta, hogy visszatér a pártpolitikai küzdőtérre, hogy a második reformkor alapítványból egy párt jön létre. Ennek nagyjából az eszme ideológiai alapvetését is megadta, hogy a névben benne van ez, hogy valami olyasmit szeretne, ami volt, és ami igazán a magyar történelem egyik legsikeresebb és leginspirálóbb korszaka volt, ugye a 1848-as forradalmat megelőző nagyjából negyedszázados reformkor, és az ideológiai árkokon átívelő, a problémák megoldására koncentráló politikai szerveződést kíván létrehozni. Látsz ebben fantáziát, potenciált, lehetőséget? Te egyébként erről úgy tudtál-e valamit, hiszen azért Vona Gáborral ti korrekt, jó viszonyban vagytok, és mondjuk akár személy szerint téged megszólította ez a bejelentés most? Nem tudtam, hogy biztosan vissza akart érni a politikába, mondta, hogy amikor én beszéltem vele legutóbb, akkor nekem azt mondta, hogy ő ezen lamentál, töri a fejét, visszatérjen a politikába, de még nem tudja. Ez valamikor nyár elején volt. Hát, nem csodálkozom a dolgon.
Szóval a helyzet az, hogy a jelenlegi rendszernek a fő pillére és a fő stabilizáló faktora az az alternatívátlanság. Hogy a jelenlegi politikai küzdőtéren kizárólag olyan kihívói vannak Orbán Viktornak, akikkel kapcsolatban nincsenek morális illúziók, de szakmai alkalmassági illúziók sincsenek. Igen. Míg Orbán Viktorral szemben ugyan a fél országban nincsenek morális illúziók, az ország másik felének nyilván van egy cinikusabb elitje, amelyikben nincsenek ilyen jellegű illúziók, de ország egy bizonyos részében bizony vannak morális illúziók, még ha ezek még oly megalapozatlanok is. Viszont Orbán Viktor szakmai, alkalmassági, vezetői képességeit illető megítélés vonatkozásában meg nem illúziók, hanem egy realitás és egy tapasztalat áll szemben az ellenzék káoszával, az ellenzék alternatívátlanságával. Orbán Viktor potens vezetői képességei megkérdőjelezhetetlenek. Nyilván az útnak az iránya, amerre vezeti az országot, az messze menőkig megkérdőjelezhető. De hogy a módja ennek a kormányzó képesség, az nyilvánvalóan megvan, ezt még normálisabb, józanabb ellenzékiek sem vonják kétségbe. Na most ezzel a potenciával szemben, ezzel szembe kéne állítani egy ellenpotenciált. És ez jelenleg nem történik. Gyurcsány az nem ellenpotenciál, hanem a Gyurcsány az a ideológiai magva a Fidesz uralmának, az előzménye és az egyik pillére. A Momentum az pedig pont a vezetői alkalmasság vonatkozásában szenvedi a legsúlyosabb deficitet. Hát ott nem lehet találni egyetlen olyan figurát sem a Momentum köreiben, akire rá lehetne bízni egy háromlábú kutyát. Nem egy országot, hanem egy háromlábú kutyát. A Fekete Győr András az ország világ szemelátára árasztta be magát a Gulyás Mártonnak a műsorában, de már addig se lehettek Igen. különösebb illúziók az ő vezetői képességeivel kapcsolatban. Aztán jött Gelencsér Ferenc, aki úgy köszönt, hogy kitartás. És azért köszönt úgy, hogy kitartás, mert nem tudta. Igen. hogy ennek a mondásnak mi a konnotációja a magyar történelemben. Nem tudta. Mit lehet ezekre az emberekre mondani? Most ott van Donát Anna, ott van Cseh Katalin, ők aranyos, kedves, mosolygós, szép lányok, szexi csajok, akik vonzóak, akik egy image kampányba, hogyha szénsavas üdítőitalt kéne eladni, akkor az tényleg jó arcok. És láthatóan a Momentum nem is egyéb, mint egy szénsavas üdítőital reklám. Az egész egy életérzés. Országot rájuk bízni. Kinek jutna eszébe? Hát ott meg ez a nagyon súlyos probléma. Akkor ott van a kétfarkú kutyapárt, mint az egyetlen morálisan vállalható alternatíva, akiken meg az látszik, hogy nem fűlik a foguk a pártpolitikához, a nagypolitikához, a nagyok játékához, az ország ügyeihez, hanem ők kicsiben, mint a civilek akarnak tevékenykedni, őnekik a buszmegálló kifestésével, meg a kátyú betömésével van dolguk, és ezt nem szabad lebecsülni, vagy ezt nem szabad lesajnálni, nem szabad gúnyolódni rajta. Ez a civilség, ez egy nagyszerű, hogy Magyarországon még van ilyen. De látni kell, hogy ők nem tudják,
és ami még fontosabb, nem is akarják ellentétben mondjuk a Momentummal, nem is akarják betölteni ezt a kihívói szerepet. És akkor itt van Orbán Viktor, és széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát, hölgyeim és uraim, boldog karácsonyt kívánok. Ilyen körülmények között jöhet a következő újraválasztás. És igenis nagy szükség van egy olyan alternatívára a politikai térben, amelyik egyrészt hajlandó ezt a szerepet betölteni, másrészt megvannak a vezetői képességei, vagy legalább a vezetői képességeinek az illúziója megvan. Tehát hatékonyan kelti azt az élményt, hogy vezetni tud, aztán majd meglátjuk, hogy tud-e vagy sem, mert ez még mindig csak az élmény, ezt az élményt a Momentum képtelen kelteni. A kutyapárt nem is akarja kelteni. És harmadrészt pedig vannak bizonyos morális illúziók vele kapcsolatban. Remélhető, hogyha leváltja Orbán Viktort, akkor nem csak képes arra, hogy átvegye a kezéből a Magyarországnak a vezetését, irányítását, hanem jobb irányba vezeti majd, morálisan megalapozottabb politikát folytat majd, mint amilyen Orbán Viktornak az elmúlt 13 évét jellemzi. Most a jelen állás szerint a Vona Gáborra vár a feladat, hogy ehhez a funkcióhoz, hogy ehhez a szerephez felnőjön, hogy ezt a szerepet betöltse. Majd a történelem, majd a következő évek története, majd választad arra a kérdésre, hogy a Vona Gábor alkalmas-e arra, hogy Orbán Viktort egyáltalán kihívja. Hogy egyáltalán igen. Kihívja. A helyzet az, hogy Márki-Zay Péter nem hívta ki Orbán Viktort, az csak egy imitáció volt, egy bábjáték, egy pantomim, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egy burleszk. A kihívásnak a komikuma, a kihívásnak a bohózata volt. Nem történt meg a kihívás. Nem hívta ki Orbán Viktort. Tehát nem az történt, hogy Márki-Zay Péter kihívta Orbán Viktort, és elbukott. És egyébként 2018-ban Vona Gábor kihívta Orbán Viktort? 2018-ban Vona Gábor kihívta Orbán Viktort, én úgy gondolom, de a tanulságok arra mutattak rá, hogy esélytelenül hívta ki Orbán Viktort, de talán 18-ban Vona Gábor egy potens vezetőnek tűnt, állt mögötte egy oligarcha Simicska Lajos személyében. Az egy valamiféle alternatívának körvonalazódott, de ott volt rajta a 2012-13 előtti, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy a néppártosodás előtti Jobbiknak az árnyéka rávetült az a sötét fasiszta örökség, amit a Jobbik hordozott. Mára azt hiszem, hogy a Vona Gábor nagyjából kilépett ebből az örökségből. Tehát az örökkösök kétfelé folytatták az útjukat, kétfelé ágaztak, egy út vezetett Gyurcsányhoz, egy út megvezetett az Orbánhoz. Úgyhogy úgy mondjam, az Orbán Viktor körüli pályára. Ez mondjuk például a Mi Hazánkra vonatkozik? Ez magára a Mi Hazánkra vonatkozik, igen. Meg a Volner Jánosra vonatkozik. Érdekes volt, amit Márki-Zay Péterrel kapcsolatban mondta, és erre vissza akarok egy kicsit kanyarodni, mert azt mondtad, hogy ez egy pantomim volt, egy nem igazi kihívás. De én azért emlékszem, hogy amikor őt miniszterelnök jelölté választották az előválasztáson,
és elindult a kampány, akkor azért azok közé tartoztál, akik ha nem is fenntartások nélkül, de azt mondták, hogy érdemes Márki-Zay Pétert támogatni, ő a jobb megoldás. Ilyen értelemben az ő szereplése, vagy az, amit a választás után tett, az csalódás a számodra? Messze menőkig. Én ezt benéztem, de hát elég sokan vagyunk, akik ezt benéztük. Én azt hittem, hogy ő egy vezető. Igen. Nem. Tehát itt kifejezetten a vezetői képességekkel van az ő esetében probléma? Nem pusztán a vezetői képességekkel van a probléma, mert az, akinek nincsenek meg a vezetői képességei, de úgy csinál, mintha vezető lenne, de közben képtelen arra, hogy kompetenciát delegáljon, feladatokat osszon ki, képtelen arra, sőt, nem hajlandó arra, hogy együttműködjön a saját stábjával, nem hajlandó arra, hogy megfogadja a tanácsadóinak a tanácsait, sőt, legtöbb esetben arra sem, hogy meghallgassa a tanácsadóinak a tanácsait. Az, aki kinevez valakit, de az a valaki valójában nem lesz az, aki ő kinevezte, mert a háttérben más szálakon zajlik a feladatoknak a kiosztása. Az, aki nem veszi komolyan a saját kampányát. Az, aki a DK szavazóit akarja elcsábítani, miközben az országhoz kéne szólnia, vagy az ország vezetését kéne vállalnia. De ő valahogy minden áron a régi baloldalnak a törzs szavazóit akarja minden áron magához édesgetni, minthogyha azok többen lennének, mint 5%-nyian, vagy lényegesen többen lennének, vagy mintha azok 10%-nál mondjuk, akkor inkább így mondom, többen Igen. lennének. Többen vannak, mint 5%, sajnos. Azzal nem, tehát nagyon, tehát valójában ezt mindenki nagyon csúnyán benézte. Mert mindenki csak egy valamit nézett az előválasztáson. Azt, hogy itt van 4 párt politikus, akik az intézményes ellenzék jelöltjei, és itt van egy párton kívüli politikus, akinek elege van ebből, és aki le akarja verni a poharat az asztalról. És aki szemben áll a párt logikával, szemben áll a zsákmányszerző logikával, aki fölött áll ennek, aki megszólaltatja a kisember elégedetlenségét, és a pártokkal, úgy a pártstruktúrával szembeni nagyon súlyos ellenzéki averziókat. Mert itt nem csak a Fidesszel szemben van nagyon súlyos elégedetlenség, hanem a politikai osztállyal szemben. És a Márki-Zay Péter hatékonyan keltette a politikai osztályon kívüliségnek a szerepét. Meg hát az ellenzékváltás illúzióját is megteremtette abban. És az ellenzékváltás illúzió. De volt, ha neki jobb vezetői képességei lettek volna, ha mondjuk nem mond félreérthető, vagy egész egyszerűen elhibázott ostoba nyilatkozatokat nem tesz, akkor is lett volna neki esélye, hiszen a hátországa, és akkor nézzük azt az akkor egyesült, legalábbis formálisan egyesült ellenzéket. Láttuk már a választás éjszakáján, hogy gyakorlatilag kimenekültek, oda előre lőtték, és ők mosták kezeiket, hogy ők tulajdonképpen ott sem voltak, tisztelet a kivételnek természetesen. Ebben azért mégiscsak a DK járt az élen. Tehát, hogy maga a konstrukció volt eleve elhibázott. Nem csak a vezetői képességekkel volt itt a gond. Itt morális problémák is voltak. Márki-Zay Pétert megbízta az ellenzéki szavazók aktív többsége az előválasztáson, hogy vezesse a nem Orbán szavazók Magyarországát Orbán Viktor ellen, Orbán rendszer ellen. És ő neki ott Magyarországnak, Magyarországért a jövőre vonatkozóan kellett volna egy víziót adnia, kellett volna egy identitást adnia, kellett volna egy koncepciót képeznie és felvázolnia. És ehelyett ő a drága időt, meg a drága nyilvánosságot a saját frakciójának a kizsarolására fordította. És plusz egy frakciót akart magának kikönyökölni a parlamentben.
miközben miniszterelnök jelölt volt, miközben Orbán Viktorral szemben, miközben a rendszerrel szemben kellett volna egy államférfiúi arcélt villantania, de ő erre képtelen volt, hanem minden áron plusz egy frakciót akart a parlamentbe. És azt demonstrálta minden ellenzéki érzelmű szavazónak, hogy ő se különb, csak neki még nincs frakciója, míg a másik négy jelöltnek meg már volt, és hogy ő valójában azért jött, hogy olyan legyen, mint azok. Hát ezzel ezt kommunikálta, hogy valójában nem a különbet választották ki, csak azt, akinek még nem jött össze az, ami annak a négynek már összejött. És ez egy hatalmas csalódás volt. De az volt az érzés az emberek, hogy nem az országot vezetni jött, hanem a saját bűnszövetkezetét, vagy politikai rablófalkáját megalapítani a másik négy mellé, hogy legyen belőle egy ötödik. Még egy plusz egy frakció. Hát ez keserves csalódás volt. Ő neki ott és akkor meg kellett volna fogalmaznia az Orbánnal szemben álló Magyarországnak a identitását, a krédóját, a szellemét egy olyan törésvonal mentén, vagy egy olyan törésvonalon szemben állva, vagy olyan törésvonal mentén szemben állva az Orbán rendszerrel, amelynek a mentén a nagyon sokféle ellenzéki identitású szavazót közösen, együttesen meg lehet szólítani. Számosan voltunk olyanok, akik megpróbáltuk ezt az ideológiai alapvetést, ezt az ideológiai megalapozást beszállítani Márki-Zay Péter mögé. Én magam is egy koncepciót gyártottam arra vonatkozóan, hogy milyen módon kellene Márki-Zay Péternek kommunikálnia, mit kéne képviselnie, hogyan kéne megszólítania azokat, akik szemben állnak Orbán Viktorral és a Fidesszel, hogyan kellene egyesítenie ideológiailag, milyen ideológiai alapon lehetne egyesíteni a sokféle jobboldali, sokféle liberális, sokféle baloldali szavazót, mert nekem meggyőződésem most csak egész röviden, hogy nem jobb bal tengelyen van a konfliktusa az ellenzéki Magyarországnak Orbán Viktor rendszerével, hanem a feudalizmus polgári társadalom tengelyen. A polgári társadalom az, ami aztán felbomlik szabadságra, egyenlőségre és testvériségre, vagyis liberalizmusra, szocializmusra és konzervativizmusra vagy nacionalizmusra fogalmazhatunk így. De hogy ezek így együttesen állnak szembe, mint a polgári társadalom ideológiai eszmáramlatai, így együttesen állnak szemben a feudalizmussal, amelyik ezek egyikét sem teljesíti, sem a liberalizmusnak az alapvetéseit, sem a szocializmusnak, sem a konzervativizmusnak, hiába hazudják magukat, de még csak a nacionalizmusét sem, mert a nacionalizmus is egy modern ideológia, egy polgári társadalomba ágyazott ideológia a feudalizmus idején, az ancien rezsimben nacionalizmus sem volt. Amikor tagadják a modernitást, a nacionalizmust is tagadják, a konzervativizmust is tagadják. Ez egy olyan tengely lehetett volna, amelyen szembe lehetett volna ideológiai alapon szállni Orbán Viktor rendszerével, és ha el is bukik Márki-Zay Péter ebben a küzdelemben, az akkor is egy ideológiai frontot képezett volna, az akkor is egy másik Magyarország zászlóbontása lehetett volna. De a Márki-Zay Péter az egészet elszabotálta. Az egészet elszabotálta úgy, ahogy van, és nekiállt buzizni a fideszeseket. Mert biztos olyas valakire akarjuk bízni Magyarországot, hogy vezesse Magyarországot a következő négy évben, aki rámutat arra, hogy ők beszélnek, hogy buzik, hát közben ők köztük ott vannak a buzik. Hát buzik! Na most ilyen körülmények között hogy lehetett volna rábízni Márki-Zay Péterre a Magyarországot? Nem is tudjuk, hogy lett-e volna esélye, ha vezetőhöz méltó módon viselkedik. Meg lehet, hogyha vezetőhöz méltó módon viselkedik, lett volna esélye. Azután látva a választási eredményt, könnyű azt mondani, vagy igen, meg persze simán elképzelhető, hogy semmi esélye nem lett volna akkor sem. De nem az esélyt kell nézni,
A választást nem megnyerni kell, hanem mindent jól csinálni, úgy, mint egy vezető, maradéktalanul elvégezni a vállalást, és aztán rábízni a magyarokra, hogy döntsenek, és ha úgy döntenek, hogy Orbán Viktor, akkor Orbán Viktor. Hát demokraták vagyunk, nem? Hiszünk abban, hogy a többség szava szent. Akkor Orbán Viktor. De egy olyan alternatívát állítani, mert az ellenzéki Magyarország közgondolkodása is abból lép tovább, ha kudarcot is val már ki Zay Péter, abból lép tovább, abból az eszmei állapotból, abból a szellemi státuszból lép tovább, amely azon a választáson vesztett. Márki Zay Péter szellemi státuszából, amit a legutóbbi országgyűlési választás kampányában kifejezésre juttatott, nincs hova tovább lépni. Nincs hova tovább lépni. Az a megafon megszorozva mínusz egyel. Tehát ti buzisztok, hát ti vagytok a buzik. Ez hát nem csoda, hogy Orbán Viktor ilyen fölényesen nyert. Igen. Azt gondolom, hogy a Vona Gábor féle új pártnak a lehetőségéről többet nem érdemes beszélni, majd meglátjuk, hogy akár ezeknek a folyamatoknak a tanulságait levonta, és így fog cselekedni. Annyi kérdésem azért lenne, hogy utolsó kérdés ebben a témában, hogy elvileg ebben a mostani rendszerben egyébként egy ilyen új mozgalomnak lehet-e esélye, hiszen ha azt látjuk, hogy valaki egyszerre, nem az a kérdés, hogy Orbán Viktort kihívja Vona Gábor jelen pillanatban, itt egy politikai újszülöttről beszélünk már, mint a második reformkor párt esetében, hanem mégis egyszerre próbál alternatívát állítani az ellenzékkel, a jelenlegi létező ellenzékkel és a kormánnyal szemben. Tehát, hogy ez azt is látjuk, hogy azért az erőforrásokat nem nagyon, tehát úgy osztották el Magyarországon, hogy enélkül gyakorlatilag alternatívát állítani, képviselni nagyon nehéz, hiszen egész egyszerűen az üzenet eljuttatása is falakba ütközik ebben az esetben. Szerintem nagyon is van keresni valója a Vona Gábor mozgalmának, meg pártjának a következő választáson, szerintem már az önkormányzati választáson, meg már az EP választáson is van. De hát nyilván a fő cél az a következő országgyűlési választásra vonatkozik. Nem kell az erőforrásokra fogni itt semmit. Hogy voltak elosztva az erőforrások 1998-ban, amikor a Fidesz a kisgazdapárttal közösen leváltotta Hon Gyula kormányát. Extrém módon egyenlőtlenül voltak elosztva az erőforrások. Nagyon csekély erőforrásai voltak a Fidesznek abban a kampányban. És hogyha megnézzük a média hátteret, vagy a média egyensúlyt, az akkorit, akkor azt látjuk, hogy hát jóformán nem volt, alig volt felülete a Fidesznek. Aztán mégiscsak legyőzte az MSZP-t, meg az SZDSZ-t, mert az volt az élménye, főleg az Orbán-Horngyula vitán a magyaroknak, hogy ez a fiatal Orbán Viktor, ez egy potenciális vezető. Erre rá lehet bízni egy országot. És ez az érzés, akkor az emberek alternatívaként gondolnak rá, és a magyarságban kőkeményen ott van ez az opozíció. Az opozíció keresés. Az identitásnak ez a rezisztenciája. Igen. Nagyon erősen. Erre a Tölgyesi Péter rendszeresen hivatkozik. Az identitásnak ez a rezisztenciája az, amit az Orbán Viktor kicsatornázott a Brüsszel felé, kicsatornázott Soros György felé, a nyugati NGO-k felé, most már egyre leplezetlenebbül a NATO felé, Washington felé, tehát a nemzetközi nyugati erőtér felé. Magyarországon az emberek lázadók,
akkor majd Orbán Viktor lázad a nevükben. Igen. Brüsszel ellen, akkor majd... Csak ne, és ezáltal ezek a lázadó energiák, ezek elvezetődnek, és nem Orbán Viktoron csattannak. Sokszor mondják azt, hogy Orbán Viktor bizonyos értelemben ellenzéki pozícióból kormányoz, mert ugye azt mondja, hogy a nagy, nem tudom, multinacionális cégek, meg nem tudom, milyen a háttérhatalmak, meg nem tudom, milyen világpolitikai erők ellenében kormányoz. Még egy megjegyzés, hogy a 98-as helyzetértékeléseddel egyetértek, de azért itt azt gondolom, hogy a Fidesz azért egy magasabb szintre emelte ezt a fajta fölényét, hiszen azért most már azt is megteszi, és 2022 előtt is megtette, hogy abszolút a saját érdekei szerint ugye belenyúlt a választási rendszerben, tehát az most is előfordulhat, hogyha úgy alakulnak a folyamatok, hogy változtatni kell a rendszeren, akár a választási szabályokon, hogy a Fidesz jól jöjjön ki belőle, akkor ezt gátlástalanul meg fogja tenni a Fidesz. És ha pedig valaki felnő, mondjuk, aki lehet a kihívója Orbán Viktornak, ahogy Horn Gyula természetesen leült Orbán Viktorral vitatkozni, Orbán Viktor esetében nem vagyok abban biztos, és az elmúlt tizenvalahány év tapasztalata azt mutatja, hogy ő ja, nem fog. Nem ül le vitatkozni senkivel. Nem fog leülni, nem lesz ilyen vita. De ha a Vona Gábor alkalmasnak látszik vezetői képességeit illetően, alternatívának látszik a morális integritását illetően, a magyar társadalom pedig hát megtapasztalja az unortodox gazdaságpolitika csődjét, ahogyan már elkezdte megtapasztalni azt. Főleg azok, akik közel élnek a határhoz. És át tudnak menni vásárolni mondjuk Ausztriába, vagy Szlovákiába, és meg tudják, vagy Romániába, és meg tudják tapasztalni az árszínvonal különbségét, azok a magyarok hát legalábbis képesek, vagy hajlamosak lehetnek arra, hogy magukban ezt a rezisztens identitást a választásra vonatkozóan kifejezzék. Hogy visszavonják Orbán Viktortól a neki kiadott lázadási krediteket, és maguk osszák ki azokat adott esetben Orbán Viktorral szemben. Ez érdekes, amit mondasz, mert eszembe jutott az, amit korábban mondtál, hogy azt senki nem vonja kétségbe, még az ellenfelei, józan ellenfelei sem Orbán Viktorral kapcsolatban, hogy egyébként ő kormányzó képes, tehát tud irányítani. Na most ez azt gondolom, hogy hatalom technikailag nyilvánvalóan így van, 1000%-osan így van. De ha azt megnézzük, hogy a Fidesz nagyon gyakran hivatkozik arra, hogy a politikai stabilitás az mennyire fontos, Magyarországon a politikai stabilitás azt gondolom, hogy ez túl is van biztosítva 1000-szeresen. És gúnyosan szoktak hivatkozni, most ugye legutóbb a Romániára tett egy megjegyzés, hogy ott már nem tudom, 20 miniszterelnök volt az elmúlt nem tudom én hány évben. Most ugye Szlovákiában is van kormányválság, meg máshol is. De ha ezen országok teljesítményét megnézem, akkor ez a különbség, vagy ez a versenyelőny, ez nem nagyon látszik, hogy Magyarország számára ez a fajta politikai stabilitás bármilyen versenyelőnyt jelentene. És ha viszont ezt a kormányzó képességre átvezetem ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy Orbán Viktornak ugye felhatalmazása van gyakorlatilag bármire. És ehhez képest a konkrét teljesítményt megnézem, és amit ugye statisztikailag lehet mérni, akár a járványkezelésnél, ugye a lakosság arányosan a halálos áldozatok számát, akár most az inflációt, ami ugye nyilvánvaló, hogy nálunk a legrosszabb az Európai Unión belül, és egyébként a számos más gazdasági adat esetében. Itt lehet azt mondani, hogy igen, háború van, meg szankciók vannak, de érdekes mondani, hogy azok az országok, amelyekre legalább, vagy ugyanígy hatnak ezek a jelenségek, ott mégsem ilyen súlyos ez a gazdasági visszaesés, ezek a válságjelenségek nem jelentkeznek ennyire. Ez nem kezdheti ki Orbán Viktornak a kormányzó képességébe vetett hitet? Szerintem. Vagy alternatíva hiányában nem lesz emiatt fordulat? Lehet ebből fordulat, csak ahhoz a magyaroknak tömegesen kell egyre kevésbé rendszer haszonélvezőnek megélniük magukat. Tehát azért az elmúlt 4 ciklus azért volt olyan sikeres. Most ez a negyedik, ugye? Hú, nehéz már ezt számolni, de igen. Igen, az a negyedik. Igen. Szóval, hogy akkor úgy mondom, hogy ezt megelőző 3 ciklus azért igen. volt ilyen sikeres, mert a magyarok azok
jobban éltek, mint az azt megelőző évtizedekben. Jobban éltek. A 10-es évek az egy sikerkorszak. Nem csak Magyarországon. Igen. A kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúrája zajlott ez alatt a 10 év alatt. Orbán Viktor pedig jól sáfárkodott a GDP-vel, meg osztott vissza bőven nem csak a saját oligarcháinak, hanem a magyaroknak is. És a magyarok elégedettek lehettek. És a krumplileves Magyarországán a legitimációt a tárca tartalma képezi. Ha a magyarok azt érzik, hogy nekik már nem jut a zabrált vagyomból, vagy hogy fogalmazzak, a ebből szerzett jószágból, elkezdi őket zavarni az oligarchák vagyona, meg az oligarcháknak a jóléte, meg a luxus, amiben azok a jachtjaikon élvezkednek, és az visszaüthet Orbán Viktorra. Szerintem alig ha véletlen az, hogy Pesti Fekete Doboz László már elkezdte kifejezésre juttatni a Fidesz belső kritikáját, vagy hogy fogalmazzak, és milyen különös, hogy vele szemben nem indult el ellenségmenedzsment, pedig ilyesmit elvileg a Fidesz berkeiben nem tűrnek. És valahogy a Megafonon mégsem látjuk a lejárató anyagokat megjelenni a Pesti Fekete Doboz Lászlóval szemben. Különös, nem? Én nem gondolom azt, hogy az a stabilitás, az extrém mértékű stabilitás, ami Magyarországon van, ez versenyelőny. Én úgy gondolom, hogy ez versenyhátrány. És ezért rosszabb a magyar gazdaság, meg a magyar állam összteljesítménye, most túlmenően azon, hogy itt a magyar-magyarnak az ellensége, tehát hogy itt a magyarság, mint társadalom teljesít nagyon rosszul, mert itt a gyűlölet az bent örvénylik a magyarságon belül, a magyar a magyar ellen van uszítva, pont azért, hogy Orbán Viktor még egy ciklust, és még egy ciklust, és még egy ciklust hatalmon lehessen. Tehát én nem gondolom, hogy a szocializmus, ami egy sokkal stabilabb tervgazdaság, mint a kapitalizmus, az jobban működne, mint a kapitalizmus. Pedig stabilabb. Ott tervgazdaság van. Ott az egy megtervezettség, ott nincsenek meglepetések, ott nem jöhet közbe semmi. Míg a kapitalizmus az meg egy folyton változó, egy kiszámíthatatlan, örvénylő folyamat, ahol válságok jönnek, aztán a válságokat kezelni kell. Tehát az egy sokkal nehezebben kiszámítható. A szocializmus egy víztározó. A kapitalizmus az meg egy vízesés. De mégis azt tapasztaljuk, hogy a kapitalizmus jobb teljesítményre képes a gazdaságban, mint a szocializmus. Most alkalmazzuk ezt át a politikára. A kapitalizmushoz tartozó politika az a politikai váltógazdaság, a politikai pluralizmus, több pártrendszer, pártok versenye, politikai alternatívák, gondolatok versenye. Ez egy pezsgő közélet, amiben a hatalom a közélet folyamatainak a függvénye, a társadalom és az elit folyamatos diskurzusban áll, és bizonyos konfliktusban áll, amely konfliktusok a választási eredményekben kulminálnak 4 évenként. Most ehhez képest egy ilyen monolit rendszer, amiben mi itt most élünk, ahol az egész Magyarország, annak teljes gazdasága, annak teljes politikája, összes vármegyéje és összes szektora mind-mind Orbán Viktoron belül van. Orbán Viktoron belül van. Orbán Viktor dönt mindenről, kivéve arról, ami Orbán Viktort nem érdekli. Ami Orbán Viktort nem érdekli, ott kinevez valakit, és azt mondja, hogy ezt végezd te. Azt ő végzi, de ami Orbán Viktort érdekli, ami őt ambicionálja, azt meg ő végzi el. Na most, és minden úgy történik, ahogy az Orbán Viktor akarja, az is, ami egyáltalán nem érdekli Orbán Viktort, és nem mondja meg, hogy csinálják, mert ennyire nem érdekli. Ott is úgy működik a mechanizmus, hogy akit kinevezett,
azt próbálja kitalálni, hogy minek örülne Orbán Viktor. Tehát mindenki Orbán Viktor fejével gondolkodik, mindenki kicsi Orbán Viktor. Orbán Viktornak megfelelően akar dönteni az is, aki nem Orbán Viktor, az is, aki olyasmiről dönt, amit Orbán Viktor nem érdekli. Akárhogy is dönthetne, de neki is Orbán Viktorrá kell változnia, és úgy kell gondolkodnia, mert ez az előrelépés módja. Tehát úgy működik az egész, hogy a bolsevikoknál, hogyha teljesíted azt kicsiben, amit odafönt a vezér művel, vagy előad, vagy elvár, vagy megkövetel, diktál, akkor előreléphetsz a hierarchiában. Ha meg máshogy csinálod, a magad útját járod, akkor meg takarodhatsz. Ahogyan mondjuk Lázár János, amikor annak idején Lázár János túl ambiciózus, meg túl alkalmas, meg túl potens, meg túl szórakoztató, és túl jó verbalitású, és túl slágfertig volt a kormányinfókon, lett belőle teniszszövetség elnöke. Aztán elgondolkodhatod, hogy ebben a rendszerben mennyire lehet alkalmasnak, meg viccesnek lenni. Abban a rendszerben, ahol Orbán Viktorban senki nem lehet alkalmasabb vagy viccesebb. És ott a teniszszövetség élén megtanulta Lázár János, hogy miként kell önmagában a kicsi Orbán Viktort kifejleszteni, mert a kicsi Orbán Viktorhoz tartozik a hatalom. Itt Orbán Viktorhoz tartozik a hatalom, és bárkihez annyi hatalom tartozik, amennyit önmagából Orbán Viktorrá transformál. Ennek megfelelően nincs verseny sem a gondolatoknak, sem az ideáknak, sem a módszereknek, se nincs verseny, hanem van egy know-how, ahhoz a know-howhoz tartozik számos agytrözt, és azok dolgozzák ki a módszereket, ahogyan a politbüró, ahogyan a kommunistáknál a politikai bizottságban. És van ugye négy Alexandr Dugin, mert Orbán Viktornak Alexandr Duginból is négy van, mert úristen, ha csak egy Alexandr Duginja lenne Orbán Viktornak, az egy nap leválthatná őt, az egy nap az ő hatalmára törhetne. Mindjárt négy Alexandr Duginja van, és azt a négy Alexandr Dugint versenyezteti az Alexandr Duginságért, hogy azok egymás ellen harcoljanak, egymást hívják ki, és akkor Orbán Viktor nyugodt lehet, úgy érezheti, hogy hát az ő hatalmát itt nem fenyegeti senki. Ők négyen, Demeter Szilárd, Orbán Balázs, Békés Márton és G. Fodor Gábor. Őnekik az a feladatuk, hogy a rendszernek erkölcsi megalapozást hamisítsanak. Az érdek mögé erkölcsöt hazudjanak. Tehát ők ideológiailag, meg eszmeileg dúcolnak alá valamit, ami nem ideológiai és nem eszmei, hanem praktikus és megtérülés alapú. Tehát az érdeket kell erkölcsé visszahamisítani. Valamilyen módon kulturálisan, morálisan, szellemileg, eszmeileg alá kell dúcolni azt, aminek nincs eszméje, mert a rablásnak nincs ideája. Tehát a rablásnak csak haszna van. Tehát 60 pusztát meg kell ideologizálni, így hogy az több annál, mint aminek látszik. Igen, tehát, hogy... igen, és négyszeresen kell megideologizálni, de mind a négynek Orbán Viktor politikájára kell visszavezetni, és az Orbán Viktornak tetsző ideológiai megalapozással. És akkor itt már egy rendkívül szűk mezsgyén, mert ugye ez egy eléggé szűken meghatározott feladat, kell annyira tehetségesen táncolni, hogy letáncolni a parketről a másik hármat. Igen. Egyébként ez a rendszer bizonyos értelemben hungarikumnak is minősíthető, hiszen azok az országok, amelyek ugye mondjuk a térségünkben vannak, és hasonló történelmi pályát futottak be, tehát mondjuk talán Szerbiát leszámítva, de azért szerintem ott sem fejlődött ez ki ilyen mértékben, mint Magyarországon ez az autoriter, abszolút egyközpontú, egyszemélyközpontú rendszer. Ez sehol nem fejlődött ebbe az irányba, tehát a volt szocialista térségbeli országoknál ez nem valósult meg, és ugye ennek a műsornak ugye Kompország a címe, és azt mondom, ha jól tudom, meg hallgattam is ilyesmit, ugye az Ady Endrétől származó gondolat, te is foglalkozol azzal, hogy amit Ady Endre több mint 100 évvel ezelőtt a magyar
néplélekről, nem tudom, hogy ez jó kifejezése, de mondjuk a betyár magyar urakról, meg a hőkölés népéről és egyebekről elmondott, hogy ezek mennyire aktuálisak, vagy a mai viszonyokra is alkalmazható kritikák. Hogy ez valami fajta magyar sors, fátum végzett, hogy így alakult ez a történet, tehát hogy ugye közhely, amit most mondok, hogy a 89-90 környékén úgy tűnt, hogy ez a vége ennek a kompország korszaknak, Magyarország lehorgonyzott egy helyen a nyugati világon, és persze ettől ezt még ezer módon lehet kritizálni, meg tagozódhatunk bele így, de most ez mentálisan mindenképpen megváltozott ez a helyzet, tehát elbizonytalanodott az ország, hogy tulajdonképpen hova is tartozik. Formálisan oda tartozunk továbbra is, ezt igazából még nem kezdi ki ez a rendszer, de ez a kompország metafora mégiscsak érvényesnek tűnik a mai helyzetre, és ez nyilvánvalóan nem lehet annyival elfogadni, hogy ez egy az egyben csak Orbán Viktor romult, hogy így alakuljon. Nem, nyilván nem. Itt történelmileg minden rosszul alakult. Már a török hódoltság egy érvágás volt. Nyilván igen. A 150 év az nagyon, nagyon durván odavert. Trianonnal az országnak a legpolgárosultabb régiói kerültek ki az ország területéről. A polgárság megrendült Magyarországon. Aztán a holokauszt az országnak megint csak a rendkívül polgárosult a zsidóság társadalmát írtotta ki. Majd a Rákosi rendszer idején a sváboknak a kitelepítése, megint csak az ország legpolgárosultabb zsidóság után a németséget is sikerült elintézni. Majd jött 1956, és akiben még pislákolt valami ambíció, valamiféle becsvágy a saját életével kapcsolatban, vagy valamiféle vágyódás arra, hogy egy polgári társadalomban éljen, az meg elhagyta az országot. És itt maradt Kádár János Magyarországa, aki ki lett fizetve krumplilevessel, meg táncdalfesztivállal, meg ki mit tuddal, meg kombi Warburggal, meg hétvégi házzal, meg trafikkal, már akkor trafikkal. És hát végül eljött a rendszerváltás, és a magyar társadalom egy káoszba érezte magát, vagy azt érezte, hogy egy káoszba süllyed, és egy ilyen vadkeleti élményt szerzett neki az elitje. És aztán jött a gyurcsányi országdúlás, a köztársaság megrendítése, a köztársaság erkölcsi integritásának az alapoknak a feldúlása, és a ország leszállítása kétharmaddal Orbán Viktor csizmaszárához. Itt történelmileg minden rosszul alakult, minden a legrosszabbkor történt, minden a legrosszabbul sült el. És így restaurálódott a Kádár rendszer. Egy ilyen nemzeti posztkommunista formában. Tehát itt végül megvalósult az a nemzeti posztkommunista párt, és általa ez a nemzeti posztkommunista pártállamiság, ami Jugoszláviában a Slobodan Milosevic volt, vagy Szlovákiában a Robert Fico hasonló ehhez, korábban a Mečiar. Ilyen nálunk nem volt a Fidesz előtt. És a 2010 előtti Fideszről nem is gondoltuk, hogy ez valami ilyesmivé válik. De végül megvalósult. Ami egyébként nem olyan nagyon sokban különbözik a Ceausescu-nak a Romániájától. Tehát az is egy keményen nacionalista és keményen kommunista
persze az egy diktatúra volt. Mi azért a módszert nem ugyanazok. A Rákosi rendszerhez hasonlítható lenne abban, hogy totális diktatúra volt, csak úgy, mint a Rákosi rendszer. De ideológiailag a nacionalizmusában nem hasonlítható a Rákosi rendszerhez, ami semennyire nem volt nacionalista. A Kádár rendszer sem volt nacionalista, legfeljebb olyan hazafias frázisokat pufogtatott. A rendszer nem hasonlít a Ceausescuéhoz, már úgy értem az Orbán rendszer nem hasonlítható egy nem, legitim önkényuralom, ahogyan ezt a jelenlegi Orbán rendszert minősíteni lehet egy totális diktatúrához. De az állampártnak az ideológiája nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Egy kollektivizmust, egy nacionalizmust, egy nagyon erős állami szerepvállalást, és ahhoz tartozó moszkvai szövetséget jelenti. És ezt nem lehet elvitatni, vagy kétségbe vonni. Itt, és a helyzet az, hogy itt a moszkvai szövetség teszi a valójában, attól lesz egy rendszer moszkovita, hogy Moszkvával szövetkezik, és nem a nyugattal. És ebben a vonatkozásban Magyarország Fehér Oroszországhoz és Szerbiához csatlakozott. Persze lehet hímezni, hámozni, meg szépíteni, meg jönni az antibolsevista frázisokkal. Tehát a tények, makacs dolgok, és mindannyian látjuk, hogy az ország... Meg lehet az, hogy Novák Katalin mond olyanokat, amik ugye úgy tűnik, hogy ezzel szembe mennek. Igen, de Novák Katalin nem egy autonóm szereplő. Novák Katalin nem egy közfunkció. Ez nem lehet. Mondom, Orbán Viktoron belül van minden funkció. Novák Katalin az egy szerepjátéknak az egyik szereplője, ennek a Józsaru Rozsaru szerepjátéknak az egyik szereplője. Orbán Viktor a Rozsaru természetesen, hiszen ő ezt szereti játszani eleve. Novák Katalin meg a Józsaru. Hát most a Rozsaru az telefonkönyvvel ver, a Józsaru az meg cigivel kínál. De most attól, hogy a Józsaru cigivel kínál, abból nem az következik, hogy hát itt van két rendőrség, van egy jó rendőrség, amelyik emberségesen bánik a kihallgatás során a vádlottal vagy a gyanúsítottal, és akkor itt van a rossz rendőrség, amelyik meg lábbal tiporja az emberi jogokat. Hanem ez ugyanaz a rendőrség, és ez a módszer. Ez a módszer, a kihallgatás módszere. Így törik meg a gyanúsítottat. Hogy egy kis cigi, egy kis telefonkönyv, megint egy kis cigi. De azért ugye 2010-ben, mikor Orbán Viktor az ismert körülmények között nyert, és ugye a szavazatok több mint 50%-át megszerezte listán, és ez egy parlamenti kétharmados felhatalmazást jelentett a számára, illetve a Fidesz-KDNP számára, akkor azért neki megvolt a lehetősége arra, ugye program sem volt, tehát nem volt a Fidesznek programja. De volt egy programpont, bocsánat. A Gyurcsány számon kérése. Igen, de... Valóban. És sikerült. Nem, pont az nem. Pont az nem, de ezt is meg lehet magyarázni ideológiai. Már olvasom, hogy egyébként elmagyarázzák, hogy miért is van erre szükség, vagy miért nem volt erre igazából szükség. Nyilván azért nem volt, hogy amikor valaki azt mondja, hogy milyen rossz az a kormány, és Gyurcsánynál jobb lenne, és ez a Fidesznek a az érve. Azért, hogy a Gyurcsány legyen az alternatíva, az, akivel szemben hatalomra jutottak. Hogy a Gyurcsány legyen a kihívás, hogy a Gyurcsány legyen anteportas státuszban, miközben Orbán Viktor vezet, hogy Orbán Viktor leváltása Gyurcsányt okozzon minden körülmények között, és ezáltal mindig Orbán legyen a kisebbik rossz. Egy Gyurcsánnyal szemben mindig Orbán lesz a kisebbik rossz. És amíg ezt a pozíciót megőrzi, addig akármit tehet. Igen. De azt akartam ezzel mondani, hogy 2010-ben azért Orbán Viktoron sem belső kényszer nem volt, és azt gondolom, hogy külső kényszer sem, hogy azt az utat válassza, amit választott. Tehát én azt hiszem, hogy azon mind a ketten egészen mást vártunk tőle, én kifejezetten üdvözöltem 2010-ben ezt a választási eredményt, ez nem titok, de azt gondolom, hogy a társadalom jelentős része is nem arra szavazott azért 2010-ben, amivé mondjuk most fejlődött ez a rendszer. Hát nagyon nem, hát Orbán Viktor 2008-ban még arról beszélt, hogy a szabadság nyugatról jön, bár a gáz keletről.
Hát ilyeneket magyarázott. Igen, tehát azt magyarázta, hogy nem azért mutattunk ajtót a Szovjetuniónak, hogy az oroszok most visszamásszanak az ablakon. Ilyeneket magyarázott. Tehát erre szavaztak az emberek kétharmaddal 2010-ben, erre a politikára, és aztán lett belőle Moszkva. Lett belőle Kipcsak. Nekem ebből az következik, hogy ez mégsem a magyar társadalom hagyományaiból következett. Az, hogy ezt sikerült az Orbán Viktornak megvalósítani, az nyilván az, annak köszönhető, hogy előhívta ezeket a társadalmi reflexeket, amiről te beszéltél, de tehetett volna mást is. Tehetett volna mást is, de a következő választáson, meg az azt követő választáson, ezt látva a magyarok, újra meg újra kétharmadot adtak neki. Jó, már megváltozott a választási törvény, igen, stb. De tudjuk azt is, hogy egy ilyen választási törvény, hogyha minél jobban megbillented az asztalt, annál jobban kedvezel a nyertesnek, de abban a pillanatban, hogy valaki legyőzi a Fideszt, az fog, akkor annak az érdekében, annak az irányába fog torzítani a képlet. Abban a pillanatban. Hogyha lenne olyan erő Magyarországon, amelyik meg tudja verni a Fideszt, nagyon könnyen billenne át az ő esetében is kétharmadba. Tehát ők is, és ez is egy veszély. Hogyha valaki egyszer legyőzi a Fideszt, nem egy egyszerű többséggel, hanem adott esetben egy kétharmaddal, ha mondjuk úgy alakul, miért is restaurálná a köztársaságot? Vagy miért alapítaná meg a negyedik köztársaságot? Miért ne venné át a NERT és alkalmazná önmagára? Akárki is győzi le Orbán Viktort, onnantól ő lesz Orbán Viktor kétharmaddal. Miért is kinézzük? Jó lenne hinni, hogy Vona Gábor, ha mondjuk kétharmaddal legyőzi Orbán Viktort, akkor ő helyreállítja a köztársaságot, vagy új köztársaságot alapít, vagy... De olyan nehéz egy politikusból kinézni azt, hogy hát most akkor itt megkaptuk az ekkora hatalmat, az ekkora bizalmat, most azzal tartozunk a magyaroknak, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk, és kétharmaddal végre a jó irányba vezetjük az országot, és szépen... És megteremtjük a saját ellensúlyainkat ebben igen, a rendszerben. Igen, és megteremtjük a magunk. Nincs kétségem, hogyha a Gyurcsány győzne ilyen módon, Gyurcsány Ferenc sem restaurálná a köztársaságot. És persze lehet remélni, mert remélni azt mindig lehet itt a Kárpát-medencében, hogy Vona Gábor, hogyha esetleg kétharmaddal hatalomra jutna, akkor ő restaurálná a köztársaságot, és nem élne vissza ezzel a fölénnyel, vagy azzal a joggal, amely jogot Orbán Viktor valójában önmagának szervezett és vindikált, csak kicsúszott a kezéből. Remélni persze mindig lehet. Többször utaltál rá, hogy Vona Gáborral kapcsolatban is, hogy most már nem olyan soká lesz választás Magyarországon, kétfajta választás is lesz egyszerre, ez is egy fideszes innováció, tehát önkormányzati választás, együtt és európai parlamenti választás, ami ugye azt az érdekes helyzetet fogja előállítani, hogy nagyon sok olyan polgármester meg képviselő lesz, aki jó pár hónapon keresztül úgy fogja a települést irányítani, hogy egyébként már leváltotta őket a nép, de azt gondolom, hogy hát ez nyilván ez is a kormányzó képességnek a jele meg a megfontolt döntéshozatalnak. De szerintem most már nem idő előtti azt a kérdést személy szerint neked feltenni, hogy ugye 2019-ben elindultál főpolgármester jelöltként az önkormányzati választáson, és most már a következő ilyen megméretés itt, ismét itt kopogtat már az ajtón, hogy azt is korábban mondtad, hogy ezt te szeretnéd, ameddig lehet lebegtetni ezt a kérdést, ez jó a politikai elitnek is, hogyha érzik azt, hogy van egy ilyen potenciális kihívás. De lehet, hogy most már azért túl vagyunk a lebegtetés korszakán, tehát hogy valamifajta döntésre jutottál-e már ebben a kérdésben? Igen. Nem fogok elindulni a következő önkormányzati választáson. Mi ennek az oka? Másfajta terveim vannak. Nem hiszem azt, hogy érdemes ebből a kampányból egy 2.0-át legyártani. Nem hiszem azt, hogy érdemes egy második részt írni ehhez a történethez. Az első rész szerintem elég jó volt. Szerintem elég jó precedens gyártottunk. Szerintem elég jó mintát adtunk arról, hogy milyen módon gondolkodnak a városról, milyen módon gondolkodnak a közösségről, milyen módon gondolkodnak a politikáról tőlünk nyugatra, és hogy milyen
módon lehetne egy politikai életben, egy politikai közegben kihívni a monolit hatalmat, és kihívni a kompetencia hiányos és morálisan gyalázatos ellenzékét a rendszernek, és kvázi támaszát a rendszernek. Nekem az volt a tervem, hogy ez igazából egy média kampány volt. Ez igazából egy példabeszéd volt, ez a kampány. Én ezzel egy mintát akartam adni. És szerintem, aki hallotta, aki értette, aki levonta a következtetéseket ebből, az gazdagodott ezekkel. Én a kulturális teret akartam kvázi megtermékenyíteni ezekkel a gondolatokkal, meg ezekkel az attitűdökkel. Nem hiszem azt, hogy még egy kampány, és aztán egy ennél jobb vagy rosszabb eredmény, mondjuk egy 2%, vagy mondjuk egy 8%, vagy mondjuk egy 12%, az különösebben változtatna a helyzeten Magyarországon, vagy változtatna Budapest állapotán. A Budapest most még a tarlóshoz képest is borzasztó állapotban van. Még a tarlós uralmához képest is. De a budapestieknek ez nem fáj. Ezt kell megérteni. És most akkor nekem fájjon jobban, mint a budapestieknek. Jobban fáj, mint a budapestieknek. De annyival fájjon jobban, mint a budapestieknek, hogy én még egyszer csak azért is újra elmondjam nekik, hogy aztán újra kiderüljön, hogy nem érdekli őket. Tudomásul kell venni. Most már engem állampolgárként, meg városlakóként zavar az, ami Budapesten van. Nem főpolgármester jelöltként. Mert főpolgármester jelöltként ez a dolog meg lett mérve. Nincs, nem tartozom magamnak azzal, vagy bárkinek is azzal, hogy még egyszer nekirontok, mint a Don Quixote a szélmalomnak. Mert ugyanaz fog történni, mint először. Csak megismétlem, hány második részt tudunk, ami jobb, mint az első? Mondjuk a Birodalom visszavág, meg a Terminátor 2 az jobb, mint az első. Szerintem már a Keresztapa 2 nem jobb, mint az első, de hasonlóan jó, mondjuk úgy, hogy a Keresztapa 2 az egy hasonló színvonal, mint az első. Mondjuk a Vissza a jövőbe 2 az hasonló színvonalú, mint az első, megközelíti az elsőnek a színvonalát. Hány ilyet tudunk még? Én nem tudok sokkal többet. Szinte biztos, hogy rosszabb. Szinte minden második rész rosszabb, mint az első. Most akkor miért? Miért kéne? Azért, mert az első sikeres volt. Mert a stúdiók itt csinálják. Az első sikeres volt, csináljunk még egyet. 99% hogy szarabb lesz, mint az első, de 60%, hogy még ez is pluszos lesz. Tehát csináljuk, hiszen a profitért vagyunk, de én nem a profitért vagyok. Én volt egy első rész, az sikeres volt, az jó volt, azzal elmondtam, amit el akartam, vagy el tudtam mondani. Itt a siker, ez azt jelenti, hogy az üzenet sok emberhez eljutott. Így van. És attól ez független, hogy egyébként ez mennyi szavazatra volt átváltható. Persze, nem. Szemernyi esélyem nem volt egyetlen percig sem arra, hogy én legyek Budapest főpolgármestere. Szemernyi esélyem nem volt. Ahhoz a kampányban Tarlós Istvánnak gutaütést kellett volna kapnia és lélegeztetőgépre kerülnie, vagy valami ilyesminek kellett volna történnie ahhoz, hogy én nekem esélyem legyen azon a választáson. Kihívói pozícióban. A Karácsony Gergely volt kihívói pozícióban, és ezt a kihívói pozíciót ezt realizálta egy főpolgármesteri mandátummal. Én pedig most már nem a politikába akarok involválódni, hanem én azt a munkát szeretném elkezdeni végre, amely a politika alapját képezi, amely nélkül nincs politika. Most én az aktivistáimmal össze tudtam gyűjteni az ajánlásokat, meg föl tudtam állni a targoncára, és a targoncáról el tudtam mondani a magamét. De ez így még nem volt egy olyan politikai alternatíva, amit szembe lehet állítani a
a hatalommal, meg szembe lehet állítani az ellenzékkel. A politika alapja mindig a kultúra. És ezt a kulturális megalapozást, a betonalapot, mielőtt a téglákat elkezdjük rakni, ezt mindenki megspórolta eddig Magyarországon. Mindenki meg akarta spórolni. Mindenki a pártalapítással kezdi. Miért? Mert zsákmány szerzők. Mert a zsákmányra hajtanak azért. Mert valójában nem másik Magyarországot akarnak. Nem. Mert valójában nem másfajta politikát akarnak, nem másfajta erkölcsi integritást az elitnek meg a társadalomnak, nem másfajta életet akarnak a Kárpát-medencében, hanem zsákmányt maguknak. És ezért egyből a párt. És az, voltak időről időre olyanok, akik azt mondták, hogy ők el fogják kezdeni, és meg fogják alapozni ezt a kulturális alapot, meg megvetik ezt a kulturális alapot, és akkor majd az úgy nagyon. Ő Csurka István Magyar Útkörök. De egyből a Magyar Útkörök nyomán létrejött a Magyar Igazság és Élet pártja. Orbán Viktor, polgári. Egyébként maga az MDF is így indult egyébként. Maga az MDF is így indult Lakitelken. Aztán egyből párt, egyből politika, egyből hatalom. Orbán Viktor meghirdette a nemzeti körök. Alakuljanak polgári körök. Azok a polgári körök, azok addig kellettek Orbán Viktornak, amíg a nyertes szelvényét ki nem húzták Gyurcsány Ferenc személyében. Gyakorlatilag tudatosan felszámolt, elsorvasztotta a polgári köröket. Nem volt szüksége rá. Ő meg a politbüró majd elvezetik Magyarországot. A társadalom sem volt szüksége rá, mert egyébként, hogyha létre egy mozgalom, azt nem lehet egy tolvonással eltüntetni. Tehát akkor itt azért... akkor az nem is volt egy komoly kezdeményezés. Egy olyan mozgalom, amit felülről hoznak létre, azt felülről mindig fel lehet oszlatni. Aki hazazavarta innen a ruszkikat, az haza is hívhatja ide őket. Ez Orbán Viktor. Ő végezte, ő visszavonhatja. Schiffer András. Amikor visszavonult a politikától, akkor arról beszélt, hogy ő egy társadalmi, kulturális alapot fog képezni. Az ökopolitikának. Mi valósult meg ebből? A Lánci Tamás műsorában való jóhangulatú beszélgetések? Hogy mi valósult meg ebből a Tucker Carlsonnal való szelfizés? Senki soha nem végezte el ezt a munkát, és azért nem végezte el senki ezt a munkát, mert ez a munka, ez nem kecsegtetett belátható távon hatalommal, zsákmánnyal, megélhetéssel. Ennek megfelelően mindenki a felénél vagy a harmadánál abba hagyta. Most én szeretném ezt a munkát rendesen elvégezni. És ennek érdekében a egykori bajtársaimmal, a sétáló Budapest aktivistáival, meg azokkal, akikkel azóta kiegészültünk, meg a hozzánk tartozó értelmiségiekkel közösen, hozunk létre egy kulturális bázist, egy kulturális teret, az ahhoz tartozó médiateret, az ahhoz tartozó intézményt úgy az offline, mint az online térben. És én most ebben vagyok, én most ebben utazom, én most nekem ez a következő projekt, amibe belevágunk, és nem a politika. Mert elindulhatnék újra az önkormányzati választáson Budapest főpolgármesteri posztjáért. Elmondhatnám sok helyen, sok embernek, persze tegyük idézőjelbe, hogy sok, az én szempontomból sok embernek, hogy Karácsony Gergely mennyire gyalázatosan rosszul vezeti Budapestet, hogy Orbán Viktor mennyire gyalázatosan rossz irányba vezeti Magyarországot, és a végén mi lenne? Megint lenne egy választási eredmény, mondom, vagy 2%, vagy 8, vagy 12, és akkor mi van? És mi lenne másnap? Mi lenne másnap? Úgy újra ott állnék, semmivel a kezemben,
megint még egy kampány megtörtént. Tulajdonképpen elmondtam nagyjából újra ugyanazt, mint amit 5 évvel korábban. Én 5 évvel korábban pontosan tudtam, hogy Karácsony Gergely mit fog csinálni és hogyan. Nagyjából el is mondtam, nagyjából az is történt. Most mit tudok? Most sokkal többet tudok Karácsony Gergelyről, akivel én az egyetemre egy évfolyamra jártam. Én már az előző választási kampányban pontosan tudtam, hogy Karácsony Gergely kicsoda, miféle. Mi lesz Budapesttel, ha rábízzák? Meg is történt. Most kinek tartozom azzal, hogy még egyszer megpróbálom, nem tudom, Dézsával az ablaktalan házba bevinni a fényt. Úgyse fog soha sikerülni, és másnap, amikor kiderül, hogy újra kiderül, hogy nem sikerült, megint ott fogok állni a semmivel a kezemben. Én pedig szeretnék valami olyasmit építeni, amiből nem a semmibe zuhanok vissza, mint egy kampányból, hanem egy intézményt létrehozni, intézményesíteni azt a gondolatot, azt a szellemet, azt a szándékot, azt az identitást, ami fűtötte a Sétáló Budapest kampányt, ami a polgári Magyarországnak a bázisa lehet, ami a civilségnek a hajtóereje, mindezt intézményesíteni az offline térben, mint egy kulturális teret, vagy akkor úgy mondom, hogy mint egy intézményi keretet, mint egy rendezvényteret adott esetben, amely rendezvények, amely beszélgetések megteremthetik azt a szellemi hátországot, azt a szellemi alapvetést, amiből egy nap majd politikai alternatíva képződhet. De ehhez szükség van arra is, hogy ez az online térben is épüljön, hogy ez az online térben is növekedni tudjon, és az online aktivizmus, illetve az offline jelenlét és rendezvény folyam között egy átáramlás jöjjön létre. És ebből az áramból, ebből a szellemi folyamból egy nap majd kiléphet a politikai alternatíva. Nem tudom mikor, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy soha napján. De ha el se kezdjük, sosem jön el. Ha nem csináljuk, nem valósul meg. Tehát el kell kezdeni azt, amit eddig mindenki elszabotált, mert mindenkinek a politika fontosabb volt, ha meg már nem politika, akkor már ez se volt fontos. Hanem akkor a politikának, akkor megkeresték a politikának a politika hatalom körüli gyűrűknek azokat a pontjait, vagy azokat a helyzeteket, ahol pályára lehet állni, ahol csatlakozni lehet a már meglévő politikához. Mindenkit vonz a hatalom gyűrűje, és mindenki a hatalom gyűrűjéhez akar valamennyire közel kerülni. Mi meg nem. Mi nem akarunk, mert azt látjuk, hogy a szellemi, kulturális megalapozás nélkül a politikai alternatíva nem jön létre, csak annak az imitációja jön létre. Ha egyszer azt akarjuk, hogy létrejön a politikai alternatíva, ezt az aktivizmust, ezt nem lehet megspórolni. Úgyhogy most ezen dolgozunk, a kultúrán dolgozunk, mert a kultúrából következik a politika, és semmi másból nem következik politika. És ha nincs kultúra, nincs politikai alternatíva. Meg lehet nézni a Fidesznek a politikáját, meg lehet nézni a Fidesznek a kultúráját, meg lehet nézni, hogy milyen kulturális alapokra vezet vissza az a fajta politika, amit folytatnak. Nem lehet, hogy az a hiányzó kultúra okozza azt, hogy a politikájuknak nincs eszmei alapja, úgy kell legyártatni, hogy a politikájuknak nincs erkölcsi megalapozása, hogy a politikájuk, és ezt ők büszkén vállalják, igen, is, hogy itt az elemi érdek
az elemi ért. És nálunk egyébként inkább ez leépült, tehát hogy valami azért volt, és tehát azért nem győzikével kezdte a Fidesz ugye a kulturális beágyazódást a magyar társadalomba, tehát az inkább egy végállomása egy folyamatnak. De azt kell, hogy mondjam, de a tényleges lett volna, le lehetett volna építeni. Jó kérdés. Ez a kérdés. Igen, igen. Csak az a helyzet, hogy az utolsó kérdésemet teljesen okafogyottá tetted, mert az lett volna az utolsó kérdés, hogy milyen ambícióid vannak, és milyen céljaid a magyar közéletben, de azt gondolom, hogy erre elég kimerítő választ kaptam. Csak annyit kérdeznék, hogy amit most elmondtál, ami, ha jól értem, egy közösségépítés, egy kulturális közösségépítési projekt, hogy így ilyen van. Szép magyarul fejezem ki magam. Ezzel kapcsolatban valamilyen konkrét bejelentés, ilyesmi a közeljövőben várható? Igen, az a tervünk, hogy az ősz folyamán bejelentjük majd, hogy mikor fogunk elindulni, és hogy mikor, milyen felületeken lehet majd minket megtalálni, úgy a fizikai térben, mint az online térben. Úgyhogy készülünk erre. Hát mi is figyelemmel fogjuk kísérni ezt a kezdeményezést. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek köszönöm a figyelmet. Ajánlom, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, a jövő héttel a Kompország új adással jelentkezik. A viszontlátásra!